Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. A sportfilmes téma folytatódik tovább. Ez ma úgyis olyan rég volt. Elvileg az utolsó listámon a draft day. És maradunk az amerikai sportoknál, de egy amerikai focinál, Európában szerintem népszerűtlenebb sportnál, a baseballnál. De azon belül talán hát vannak olyan listák, ahol igazából a top 3-ba is bekerülhetne ez a sportfilm. Méghozzá ez a film, a Nagy Csapat. Na most ennek ugye több része is van, hiszem talán 3 rész is van, vagy lehet, hogy 4-et is csináltak belőle. Én azt mondom, összességében az első 2 részről van értelme beszélni. Ugyanis abban Charlie Sheen volt a főszereplő, és ott még látszódott az, hogy próbálnak egy minőségi sztorit összerakni, és nincsen nagyon kényszer a készítőkön, hogy már pedig nekünk muszáj akkor ebből folytatást csinálni, és akkor ez most így kell. Nem egy erőltetett film. Na most a sztori az, hogy a Cleveland Indiánok csapatának a tulajdonosa szeretné tönkretten egy hölgy ott a tulajdonos, és szeretné tönkretenni a csapatot, szeretné, hogy a legrosszabbak legyenek a ligában, mert akkor el tudja őket költöztetni egy másik városba, azt hiszem talán Los Angelesbe szeretné átköltöztetni őket, és ezért oda hív B, C, D, Z kategóriás játékosokat, és tőlük várja azt, hogy igazán hulák legyenek. Na most azt azért elfelejtette a hölgy, hogy ezek a játékosok igazából egy nagy részük ezeknek a játékosoknak régen jó játékos volt, és csak az kell, hogy összekovácsolódjon egy csapat, és összekovácsolódjon a csapattá, és akkor minden király lesz. Érdemes megnézni azoknak is, és ezt mindig el szoktam mondani, érdemes azoknak is megnézni, akik nincsenek oda nagyon a sportokért, de szerintem Magyarországon nagyon sokszor adták TV csatornákban, és biztos vagyok benne, hogy már nagyon, nagyon sokan látták. Jók a poénok benne, jó az a színészeknek tehát jó a színészek felhozatala, tehát minőségi, A-listás színészek is vannak benne. Az első részben például még Wesley Snipes is szerepel, a másik részben ő viszont már nem szerepel. Szóval egy nagyon penge kis film, és igen, a baseball az tőlünk úgy távol áll, és nem is fogod megszeretni a baseballt emiatt, de van egy olyan pálya annak a filmnek, hogy ez valami elképesztő. Ugye ez a 80-as években készült, és azoknak a filmeknek, tehát azért, hogy mondjam, mai szemmel már, ha ezt a filmet így ma csinálnák meg, akkor azt mondanám, hogy hát ez nem jó. De nem így történt, hiszen ezt a filmet a 80-as években követték el, és ott még ez baromi jónak számított. Fiatal Charlie Sheen, jó Isten, hallod? Tehát amikor még tényleg nem feltétlen a botrányairól volt híres, és nagyon jól játszik egyébként vígjátékokban is. Ez ugye korábban is, ezt már korábban is bebizonyította. De összességében ennyit tudok elmondani erről az egész filmről. De tényleg nagyon sokat egyébként ezen kívül nem érdemes megnézni. Ez egy könnyed kis szórakozás, főleg, hogyha most tényleg jön majd a szar idő így össze, amikor kint szakad az eső, délután, hétvégén tegyétek be ezt a filmet és nézzétek meg családdal, barátnővel, feleséggel, gyerekkel, tök mindegy. Amíg gyereke is meg lehet nézni, nincs benne olyan sok káromkodás. Ja. Úgyhogy érdemes megnézni a Nagy Csapat első és második része. Mondom, a baseballt nem fogod megszeretni ettől, mert nem azon van a hangsúly. Jó, baseballos film, persze, de inkább a vígjátékot nézzük benne, jó? Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!